Nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közönségét. Ezzel a kis videóval szeretnék egy kis kedvcsinálót készíteni az egyik soron következő koncertünkre, ami november 11-én kerül megrendezésre a pesti Vigadóban. Ennek a koncertnek nagyon különleges a műsora. Voltak éppen kettő szerző fog előkerülni mindössze. Az egyik egy nagyon ismert név, Joseph Haydn, akinek a párizsi szimfóniái közül kettő darabot fogunk eljátszani. Mind a kettő kapott egy elnevezést a közönségtől. Az egyik a medve nevet kapta, ami az utolsó tételnek egyfajta brummogó basszusa miatt ragadt rá. Itt Magyarországon mi azt voltak éppen kanásztáncnak hívnánk, azt gondolom. A másik pedig a tyúk szimfónia, amiben pedig van egy ilyen tatarat, egy ilyenfajta ritmus, ami valami miatt a kotkodácsolásra emlékeztette az embereket. Tőle még el fogunk játszani egy áriát, a Berenicseke Fáj címűt, ami egy a szerelemben utat tévesztett személynek az érzelmeit adja vissza. Egy nagyon dramatikus recitatívóval és áriával komponált ária, aminek a szólistája Christoph Réka lesz, akivel volt szerencsém már a Kaposfesten egyszer dolgozni, egy csodálatos szoprán, fiatal és nagyon tehetséges. A koncert negyedik darabja pedig egy ma is élő magyar szerző, akit szerencsére személyesen is ismerek, ő Gyöngyösi Levente. És a második szimfóniáját fogjuk előadni, ami szintén Leventének van egy nagyon speciális humora, és egy nagyon-nagyon jófajta, nagyon tiszta strukturális komponálási technikája. Szóval, ha november 11-én ráérnek, akkor egy koncertre invitálnám önöket, ahol a tyúk, a medve szimfónia fog felcsendülni, Farkas Robert fog vezényelni, tehát egy állati jó koncertnek ígérkezik ez. Szeretettel várjuk önöket november 11-én a Vigadóban, és a vidékieknek pedig november 12-én Keszthelyen is el fogjuk játszani ugyanezt a műsort. Szeretettel várjuk önöket!